Akkor kezdjük el terápiát. Emberek, érzitek ezt a szagot? Nem mi voltunk? Csak. De hülye vagy, Rafi? Ez a forradalom szaga! Második világháború egyik szam! Kérem, akkor külön-külön fognak mesélni az életükről. Először is Kulocz Gászlón, kérem, mesél, hogy került ide. Beleszki Robert, kérem, mesélj el, hogy került ide. Kezdheti. 12 ések. Mai napig emlékszem azokra a szerdai első órákra. Ezen nincs név, egyes lett. Német Ádám ez a tiéd. Nézzünk egy mai felelőt. Ahol kinyílik a napról, az feláll. Német Ádám. Nem készültem tanárni. Rendben, egyes. Ennyi elég is a mai felelősből. A mai tép... A mai témánk a második világháború lesz. Mit láttok a táblán, gyerekek? Ember, ez Európa! Itt laksz! Jól van. És? A németek megtámadták Angliát, ahol a miniszterelnök Winston Churchill volt. Ne nevezzetek ki az angol kiejtésmet. Jó, hagyjuk is Európát.
1941. december 7-én a japánok megtámadták az amerikaiak támaszpontját. Milyen ellenfelem? A Csendes-óceánon volt. Milyen ellenfelem? A Hawaii-szigeteken egy támaszpont. De le szeretnék jönni, hogy hívják ezt a támaszpontot? Nem mondom ki, mert megint kinevetitek az angol kiejtésben. Nem nevetjük ki. Jól van. A támaszpont neve Pearl Harbor. Jó, majd térjünk vissza Európára. Nézzük meg a valami veleteket. Tehát egyszer megtámadták a Németországot innen, aztán innen, volt egyszer innen is, aztán innen, és végül egy innen. Ezt rajzoljátok le ti is a tizedbe. Jó, adjuk is. Na, Sanyi, te olvasol órán? Nagyon jó, látnátok. Nos, nézzünk egy aktuálisabb témát. Az a harmadik világháború. És Európában. Ez úgy fog történni, hogy először is megtámadják Németországot, aztán Olaszország is megtámadja, megtámadja Németországot, majd Anglia is. Az oroszok sem nézik véletlenül, ők is megtámadják, és a végén így is. És mindez Egyiptomban robban még. Holnap ebből számunk kérdés lesz. Kócsis Rafaella, kérem mesélj el, hogy került ide. A volt osztályom. Én 4 éven keresztül mindent megtettem értük. A kezem!